kitörő lelkesedéssel fogadták a székesfehérvári Herosz állatotthonba érkező finomságokkal teli autót pénteken a kutyusok. Az iGenerációért Egyesület és Varga Tamás országgyűlési képviselő az Ugarj be most improvizációs műsorból befolyó összeget minden alkalommal egy jótékonysági akció keretein belül ajánlja fel, és ezúttal a Herosz lakóira esett a választás. Ezt az előadást mindig valamilyen jótékony célra ajánljuk fel. Itt most karácsony előtt az egyik cél ez, hogy itt remet okozzunk a kutyáknak, macskákat, és megkérjünk mindenkit, minden fehérvárit, hogy segítsenek gondozni ezeket a kutyákat, macskákat, adományokat egy adományládában is elfogadnak, és hogy felelősen tartsunk állatot és gondozzunk állatot. A menhelyre ezúttal 130 ezer forint értékben minőségi tápok, konzervek, jutalomfalatok és bolhaírtók érkeztek, amire mindig nagyon nagy szüksége van az állatoknak. Alapvetően mi azt szoktuk mondani, hogy segíteni ott szeretünk, akik magukon nem tudnak, és azt gondolom, hogy ez két terület, az egyik a gyermekek, gyakorlatilag a gyermekotthonok világa, a másik pedig az állatmenhelyek és az állatotthonok világa, és hát gyakorlatilag, hogy Székesfehérváron vagyunk, azt gondolom, hogy a Herosz az a mindenképpen kiemelkedő munkát végez. Az ünnepek és a hideg közelettével a kutyák és cicák folyamatosan várják a felajánlásokat, melyeket bárki megtehet az állatotthon elé kihelyezett adománydobozba. A Herosz vezetője Krebs Györgyi elmondta, bármit szívesen fogadnak, de a legnagyobb szükség a konzervekre és a jó nedvszívó képességű törölközőkre van. Nagyon jó azt látni, hogy jönnek rendszeresen az önkéntesek, sétáltatják a kutyákat, babusgatják a cicákat, és a dolgozókkal összefogva nagyon sokat tesznek az állatokért. Nagyon sok adományt kapunk. Azt mondhatom, hogy tulajdonképpen az év folyamán is, de ugye nyilván azért itt a karácsony az ezt még egy kicsit megnöveli. Az állatotthon vezetője arra hívta fel a figyelmet, a hideg megérkeztével nagyon fontos, hogy a kinti kutyusoknak biztosítsunk száraz, szélvédett helyet, és ügyeljünk arra, hogy ne igyanak nagyon hideg vizet, ugyanis az bélrendszeri problémákat okozhat. És legfőképpen vigyázzunk a kedvenceinkre az ünnepek közelettével.